No gyerekek, lejönnek ma azok a malasra, így jobbra. Milyen paszal. Ja, jó kis kumplis tészta. Kész? No, és akkor lehet, hogy jobb lesz a gyomra. Nem, nekem tudod, mi kéne most? Nem mondom neked őszintén. De hogy kakaó. Akkor? Nem, nekem nyugalom kéne most. Ez kiakadom, az meg ebbe, hogy ne legyen. Menjetek magatoknak itthonról, az hagy aludjak nyugodtan. Semmit nem aludtam, kam egész éjszaka fel voltam. Én nem gondoltam volna, hogy megviseli őt ez, hogy úgymond a kicsi lányából nagylány lesz, hogy itt alszik nálunk a fiú. Valahol így együtt éreztem vele, de valahol nem, mert azért már 21. században vagyunk. Hát már másszerek folynak. Most szerinted innen hazamegy az a gyerek, mit fog előadni? Na mit ad elő? Mit ad elő? Hát, hogy az ember egész éjszaka virrasztott felettünk, nem hagyott minket békén. Hát azt mondom, hogy beteg voltam, most jó van. Ja, hogy azt mondod, de ez így nem igaz? Mi nem igaz? Jaj, Bea nagyon suhítja a fejemet, nem akarjátok még nyomdosni tatárkómot. Jaj, Evelyn, nagyon rosszul vagyok. Hát, hogy Győző mitől szenvedett reggel, azt nem tudom. Ő sokszor szenved tiszta hiába, és értelmetlenül. Na szóljon fel, valaki azoknak, ami van a hajadban, te tekintős vagy. De hogy vagyok tekintős. De Evelyn, befejezte? Nem a... Mama! Nem, az ember étvágya még az étő is. Ja, mondom, izébe a zselé amúgy. De én már nem tudom. Hát ez mit van? Ja, nem érdekel, kávézni szeretnék. Na! Tőletek egy kávét nem lehet meginni, hogy hogy van az embernek ilyen családban? Mert mi volt a rossz az, hogy odagyott az apja, ahol szereti az apjat, itt valaki szeret engem ebben a családban, ja vagyom? Az a bajod? Mindig az a bajod? A másik még egész éjszaka helyén? Ha jöjjön ma alé, azt takaríjon legalább, vagy lassalja le a ruhákot, annak nem szólunk. Nagyon érdekes, mert apum nem szokott így a védelme alá venni, inkább anyum szokott így kiállni mellettem, úgyhogy meglepődtem, hogy most mi történt apummal, akar valamit.